Zokni csenő szörnyeteg, Mentovics Éva verse. Anya szerint csupa rejtély, fura dolog len körül, s amint látom egy részének, egész biztos nem örül. Lábakért a zoknémnak, majd mindegyik páratlan, s úgy gondolja, e csínytetben nem lehetek ártatlan. Hiába is bizonygattam, nem én vagyok a vétkes, tudtam, hogy az új görbítős nagy esküm is kevés lesz, mert a fránya pamut zoknik, hogy mi okból, nem értem. Párjuk nélkül árválkodnak a szárító kötélen. Nem te tetted, kérdi anyu. Ki volt? Van jobb ötleted? Hogy ne lenne egy rafinált, zokni evő szörnyeteg? Feleltem rá biztonsággal. Zoknit fal e huncutság, csuda vigye az a fura irtóztató gusztusát, vagy ha nem is zoknievő, zoknicsenő, nem vitás. Nem dughatja el a zoknit rajta kívül senki más. Bedobja a szekrény mögé, elrejti az ágy alatt, oly titokban sertepertél, mint egy huncut árnyalak. Az is lehet nagy családos, sok lurkója van neki, és az összes zokni nyűvő az én zoknim kedveli. Nem lehet rá más magyarázat, hogy mindegyik páratlan. Hidd el, anya, nem én voltam, a kisfiad ártatlan. Na hát, mint a mesekönyvben, zokni csenő szörnyeteg, ámul el az édesanyám, majd azonnal felnevet. Úgy szárnyal a fantáziád, nem vitatja senki sem. Bár nem láttam, hogyan lopkod, ha te mondod, elhiszem.